Köszöntöm a Paletta Kulturális Magazin valamennyi nézőit. Hát jó néhány héttel ezelőtt már szót ejtettünk itt ebben a stúdióban, a Paletta műsorban arról, hogy a Vox Mirabilis Kamarakórus milyen nagy fellépésre készül Moszkvában. Most meg már hazaértek, és itt van nálunk Zemlényi Katica, a kórus vezetője. Szervusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Örömmel jöttem. Hazaértetek, örömmel voltatok Moszkvában, és nagy sikeretek volt, hogyha jól tudom. Igen, hál' Istennek sokkal jobban sikerült ez a turné, mint amennyire számítottunk rá. Nagyon sok helyen énekeltünk, Moszkva összes katolikus templomában is sikerült valamilyen műsort adnunk, ezen kívül még ortodox templomokban is énekeltünk nagyon sok helyen, de hát a legnagyobb dolog az tényleg ez a Szeplőtelen Fogantatás katedrálisbeli nagyon nagy koncert volt, ami azért is volt érdekes számunkra, mert azért ez egy világszínvonalú koncertszervező helyszín. Mekkora volt az érdeklődés, milyen volt a fogadtatás? Ott közel 500 ember gyűlt össze erre a koncertre, tehát teljesen nagy. Igen, ez egy óriási katedrális, és teljesen megteltek a padsorok hallgatókkal, nézőkkel, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy nem is volt olyan olcsó a jegy ide, tehát ez egy tényleg egy nagyon komoly koncerthelyszín. A moszkvai zeneértő közönségről nagyon pozitív benyomásunk lett, nem is gondoltuk volna. Képzeld el, hogy több mint egy fél órával már korábban ott vannak a koncerthelyszínen, beszélgetnek, készülnek a koncertre, tehát ők ráhangolódnak, tehát nem ilyen utolsó pillanatos dolog. Ami megdöbbentő volt számunkra, hogy egyetlen mobiltelefon nem szólalt meg, se papírcsörgés, se szék, nem késett el senki, és a koncert közben sem ment ki senki. Tehát egy olyan figyelem övezte ezt a koncertet, de én azt hiszem, hogy nem csak a miénket, hanem ez teljesen jellemző a moszkvai közönségre. Tényleg nagyon felkészültek. Felkészültek belőlünk, és nagy örömmel fogadtak minket, nagyon örültek ezeknek a dallamoknak, amiket mi vittünk. Hány helyszínen voltatok, és pontosan mennyi ideig voltatok kint? Hiszen ezt erről már szót ejtettünk, de egy kicsit idézzük már fel. Egy hétig voltunk Moszkvában, és ez alatt az egy hét alatt, hát ha jól emlékszem, 6 vagy 7 koncertet adtunk. Voltak köztük ilyen rövid kis koncertek, és voltak nagyon nagy koncertek is, ami miatt egyébként kimentünk, például a katedrálisbeli koncertet élőben közvetítették, különböző fényhatásokkal, és hát rendkívüli látvány volt számunkra is, tehát nagyon meglepő volt, ahogy a fényeket változtatták a koncert közben, és ahogy akik pedig itthon követték ezt a koncertet, mondták, hogy a külső drónok azok meg a megvilágított templomot vették, és hát abból voltak bejátszások, úgyhogy tényleg azt kell mondani, hogy ez egy világszínvonalú koncerthelyszín, de hát ezen kívül természetesen énekeltünk más katolikus templomban, Szentmisén, egy olyan templomban, amit magyar és német és orosz katonák, háborús katonák építettek, és hát azóta is áll, és ott van az emléktáblájuk, ezt is megkoszorúztuk a síroknál, ott látszott, hogy 47 magyar katona van oda eltemetve, tehát egy kicsit ilyen hazai hangok is megszólaltak a lelkünkben, és hát ugye augusztus 19-én a nagy ünnepünk elő estéjén egy magyar dallal kezdtük, és az orosz közönségebe beletapsolt, mert annyira tetszett nekik, hogy ez a magyar dallam. Ezt szerettünk volna megemlékezni Szent István királyról is. Akkor mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen az ilyen együttműködés, nagy összetartozás és ökumené jegyében zajlott ez az egy hét nálatok? Igen, ez egy nagyon jól megfogalmaztad, hiszen mi magyarok Magyarországot, Székesfehérvárt vittük oda, nagyon büszkék voltunk, és hát nagyon örülünk annak is, hogy a város önkormányzata is támogatta a mi kiutazásunkat, és hát az ökumené jegyében pedig azért, mert nem csak katolikus helyszíneken énekeltünk, ortodox helyszíneken, és hát ez számunkra, ez pedig rendkívül felemelő volt, hiszen találkozni Hilarion metropolitával, aki az orosz ortodox egyház második embere, egyben a külügyminisztere, de egyébként a legismertebb főpap az orosz ortodox egyházban, hát ez egy különleges alkalom volt, és az, hogy az ő templomában
is koncertezhettünk, és hát annyira érdekes volt, hogy az ortodox hívekről tényleg az emberek kicsit azt gondolja, hogy ugye kendőbe kell lenni, mi is felvettünk kendőt, tehát mindenhez alkalmazkodtunk, hogy állva kell a 2 órás szertartást végigállni, ezek nem egy ilyen, nem, számunkra nem szokványos dolgok, és hogy utána énekeltünk még, és ezek az idős, fiatal hölgyek, gyerekek, akik ott voltak, zsúfolásig volt az az ortodox templom a szertartás alatt, és ahogy elkezdtünk énekelni, azonnal előkerültek a mobiltelefonok, és azonnal, mintha egy ilyen nem tudom, egy könnyűzenei koncerten éreztük magunkat, hogy rögtön videóztak, és nagyon hálásak voltak mindenért. Hilarion Metropolita magyarul köszönte meg a koncertet, és hát ez nagyon nagy boldogság volt nekünk. Mi szerepelt a repertoáron? Azt említetted, hogy ugye nagyon sokféle, sokszínű produkcióval készültetek. Amikor minket erre a moszkvai koncertturnéra meghívtak, akkor úgy tűnik, hogy nagyon utána néztek annak, hogy nekünk mi is a specialitásunk, és külön kérték, hogy a nyugati, tehát számukra a nyugati egyházi kortárs kórus muzsikát vigyük oda. És hát ebből állítottuk össze a programunkat, ezt már nagyon korán bekérték tőlünk, hogy szeretnék látni, hogy mit énekelünk, és gyakorlatilag mindennel egyetértettek, tehát minden tetszett nekik. De úgy gondoltuk, hogy ne csak kóruskoncert legyen, hanem Zemlényi Eszter is énekeljen velünk is, és szólóban is, hát nagy sikere volt neki is, úgyhogy őt is külön vissza is hívták még Moszkvába, meg minket is, és hát ez különösen is nagy öröm számunkra. Tehát igazából a magyar, az északi, az olasz, a francia, az angol és az amerikai egyházi kórusmuzsikát vittük oda. Magyart különösen, tehát Kodályt, akkor a mai élő zeneszerzőket, akik nekünk írtak már kórusmuzsikát, Csemicki Miklós, Balatoni Sándor, de Deák Bárdos Györgytől is énekeltünk. Úgy gondoltuk, hogy itt a lehetőség, hogy akkor a magyar kórusmuzsikát is megmutassuk nekik. És akkor, ahogy említetted, nagyon nagy volt a siker és a jó volt a fogadtatás, és hát azt is említetted, hogy ugye a város támogatásával tudtatok kiutazni. Ilyenkor mekkora összefogásra van szükség ahhoz, hogy mondjuk tényleg ezt finanszírozni tudja egy csapat, hiszen van egy ilyen nagy lehetőség, de azért gondolom, hogy ez anyagiakban sem kevés forrást jelent. Igen, ez egy sokmilliós projekt volt, és ugye egy éve készülünk erre, tehát minden kórustag nagyon spórolt, mert igen komoly összeget kellett mindenkinek befizetni ehhez az úthoz. Különböző pályázatok, akkor különböző fellépési díjakat spóroltunk össze, és támogatásokat kértünk innen-onnan, és annyira szép volt, hogy az utolsó pillanatra, az utolsó fillér is megérkezett, és tényleg ez egy isteni gondviselés volt számunkra, hogy tényleg úgy tudtunk kiutazni oda, hogy a végén még a szállásból is kaptunk engedményt, ami nekünk így is drága volt, de az ottani körülményekhez képest azért ők nagyon tényleg jól viszonyítottak ahhoz, és hát azt pedig tudni kell, hogy a katedrális melletti érseki szálláson kaptunk helyet, és hát azért oda is bejutni az egy nagyon komoly dolog. Gyakorlatilag a belvárosban laktunk, úgyhogy ez nagyon érdekes volt számunkra, és hát megérte egy pár évig komolyan spórolni, hogy egy ekkora utazásra el tudjunk menni, de ez egy nagyon maradandó dolog volt, már csak azért is, mert mi azért is mentünk ki, hogy tanuljunk, ugye mi az orosz ortodox egyház zenében is otthon vagyunk, és nagyon nagy a repertoárunk, de hát ezt még szeretnénk bővíteni, és szeretnénk az autentikus helyszínekről tanulni, és Hilarion Metropolita templomában például Anatoli Kuzakov, aki csak úgy neveznek, hogy a moszkvai orosz ortodox zene gurúja, ő vezényelte a saját kórusát, a legnagyobb orosz ortodox kórust, és utána mi léptünk fel, hát azért volt bennem egy kis izgalom, de ő is kifejezte, hogy szeretne valami közöset csinálni velünk, és hát ez egy nagyon nagy dolog számunkra. Említetted ezt a tanulási projektet, akkor ilyenkor van mondjuk arra lehetőség, hogy nyilván ott a helyi közeggel, a helyi kórusokkal is mondjuk együttműködjetek, vagy tők egy-egy próbára belessetek? Tehát hogy ez is ilyen cél? Ez mindenképpen cél volt, tehát legalább annyira szerettünk volna mi fellépni és adni abból, amit mi tudunk, mint amennyire tanulni. Tehát ha az ember kijut egy ilyen helyre, ahol tényleg a legjobb
kórusok működnek, az orosz ortodox kórusok, és hát utánozhatatlanok. Tehát tényleg egyszerűen hihetetlen volt felnézni rájuk, hogy miket tudnak. Ami különlegesség volt, hogy a Hilarion Metropolitának énekeltünk a végén egy ilyen oroszul, egy ilyen éltető kórusművet, és kell tudni, hogy olyan profi volt ez a kórus, hogy már a második verszaknál, nyilván a szöveg ismerős volt nekik, a második verszaknál már mind a négy szólamot vagy ötöt leénekelték, tehát ők, amit mi énekeltünk, abból ők rögtön leszolmizálták, és a harmadik verszakba pedig beszálltak ők is, ami ugyanaz a szöveg volt, és ez valami hihetetlen zengett az egész templom, és egy olyan nagy ünnep volt ebből, tehát, hogy így együtt énekelni a legnagyobb orosz ortodox kórus, ez egy nagyon felemelő volt, és tényleg szinte hátborzongató volt az az érzés, ami igen, tanulni kell, mindig tanulni kell, és olyan helyről kell tanulni, akik a legjobban űzik például ezt a fajta kórusmuzsikát. Elég volt egyébként az egy hét? Nem volt elég az egy hét, úgyhogy az, hogy visszahívtak minket Moszkvába, az egy nagyon nagy örömmel töltött el minket. Természetesen ez nem tudom, mikor kerül rá sor, mert azért az anyagilag igen megterhelő volt, de hogy kapcsolatban lenni ezekkel a kórusokkal, ezekkel a kórusvezetőkkel, ez egy nagyon, nagyon szép dolog, de folytatódik, hiszen Hilarion Metropolita zeneszerző, ő egy polihisztor, író is, verseket is ír, imádságokat, könyveket, Magyarországon is lehet kapni a könyveit, és mivel ő egy nagyon komoly zeneszerző, annyira megtetszett a kórusunknak a hangszíne, hogy megengedte, hogy az egyik oratórikus művét mi mutassuk be Magyarországon, úgyhogy hát akkor lesz egy ős bemutató? Igen, lesz egy ős bemutató Magyarországon, és reméljük, hogy ő is el tud majd jönni erre. A helyet már tudjuk, hogy hol? Hát még nem tudjuk. Székesfehérváron biztosan, tehát én Fehérvárat nem szoktam ilyen dolgokból kihagyni, tehát itt biztosan lesz ebből egy bemutató. Mutató, és hát jó lenne még Budapesten is biztos, és hát több helyen az országban, ha már egyszer egy ilyen lehetőségünk van. De hogyha már a bemutatóknál tartunk, akkor azt hiszem, hogy a közönségnek lesz módja, lehetőség, hogy az elkövetkező napokban, szeptember 7-től találkozzanak itt veletek Székesfehérváron. Így van, kezdődik a Katolikus Társadalmi Napok, és hát nagyon nagy örömünkre a Székesfehérvári Püspökségtől több felkérést is kaptunk. A megnyitón is fogunk énekelni, a püspöki misén is fogunk énekelni, szombaton pedig 8-án 5 órától a Cisztert templomban egy másfél órás koncertet adunk, amit a Rádió Egyenesben fog közvetíteni, úgyhogy ez izgalmas lesz ám, hogy ott minden stimmeljen időre, mindenre, és hogy hangilag is jó legyen, és hát vasárnap a 11 órás bíborosi misén is fogunk énekelni. Tehát akkor péntek, szombat, vasárnap, igen, az most így bele lesz, igen, sűrítve, és tele lesz. Igen, folyamatosan, és többen kérdezték tőlünk, hogy azokat az orosz műveket, amiket kint megtanultunk, azokat mikor elő. Hát jelentem, hogy 16-án vasárnap a Szerb templomban lesz egy koncertünk, ahol ízelítőt is kaphatnak a kedves nézők, hallgatók, hogy mit tanultunk mi Oroszországban. És ez még csak a szeptemberi menetrend. Igen, kezdődik a hangversenybérletünk, Fischer Anni ösztöndíjasok lesznek 30-án az első koncertünkön, de hát a Kamarakórus Fesztivál is 29-én lesz, és nagyon izgalmas férfikarokat hívtunk az idén, úgyhogy ez is nagyon jó lesz, és egy picit az oroszhoz ez is kapcsolódik, hiszen Bubnó Tamás lesz a kórusműhely vezetője, aki pont az orosz ortodox kórus muzsikáról fog egy nagyon-nagyon-nagyon szép programot tartani, próbálva, egy kis elmélkedéssel, egy kis történelemmel, mindennel, és hát a Szent Efrén férfi karral is lesz majd október elején közös koncertünk. Ami nem is olyan rég már volt, akkor kaphatta kézelítőt belőle, ugye itt a Székesfehérvár, az is, hogyha jól emlékszem, akkor a Rácz templomban volt. A Rácz templomban volt, és hát annyira közel kerültünk egymáshoz a Szent Efrém férfi karral, hogy most ez lesz a második alkalom, de már kitűztünk jó néhány másik időpontot is, amikor közös koncertjeink lesznek. Nekünk ez nagyon felemelő és nagyon megtisztelő, hogy Magyarország egyetlen profi orosz ortodox kórusa velünk szeretne koncertezni.
Akkor mondhatjuk azt, hogy a 2018-as esztendő nektek egy kicsit így az orosz-ortodox együttműködésről és zenéről is szól, valahogy így hozta az élet? Igen, az élet is így hozta, és én úgy gondolom, hogy tehát azt a lelkesedést, azt a tüzet és azt a tudást, amit mi most kint egy hét alatt megszereztünk, azt mi mindenképp szeretnénk átadni a fehérvári és a budapesti közönségnek, tehát mi szeretnénk megmutatni, hogy mi az, amit mi tanultunk, és hát tovább is szeretnénk tanulni, mert ez egy ilyen korlátlan fejlődési lehetőségek állnak előttünk. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hát a nézők azt láthatták itt a beszélgetésünk alatt, hogy ez egy kicsit ilyen komoly zenei showműsor is volt, hogyha fogalmazhatok így ez a fellépés, hiszen láthattak itt a beszélgetés alatt képeket. Igen, örülünk neki nagyon, és köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nézőinknek pedig felhívom a figyelmüket, hogy maradjanak velünk, hiszen most egy kicsit még a fehérvári színházba invitáljuk önöket, ahol nemrégiben társulati évadnyitó ülést tartottak. Nézzük meg a részleteket. Az évadnyitó társulati ülés elején egy perces néma felállással emlékeztek a nemrég elhunyt Matus György színművészre. Szikora János beszámolt a legfontosabb személyügyi változásokról, a társulat előtt álló feladatokról. Az igazgató elmondta, idén nőtt az eladott bérletek száma, míg 2017-ben 13.700-at, 2018-ban 14.700 darabot értékesítettek. A teátrum idén ünnepli a színház pártolás 200. évfordulóját, emiatt az idei repertoárba bekerült az ember tragédiája is, mellyel a magyar nyelv fontosságát szeretnék hangsúlyozni. A magyar nemzeti drámairodalom egyik legfontosabb alkotása a tragédia, és éppen ezért egy szövegközpontú, nyelvközpontú előadás születik majd. A másik különlegesség, amit talán kiemelnék, váratlanul és korán elhunyt Eszterházy Péter posztumusz műve, a Mercedes-Benz, amelyet a Pozsonyi Nemzeti Színházban mutattak be szlovákul. Ennek nem esik túl jól, hogy a kortárs magyar irodalom egyik legizgalmasabb alakjának a színházi művét mi nem Magyarországon mutatják be először, de hát ebben most nem menjünk bele, nem így történt, de bemutatták, minden esetre most ezt pótoljuk. De a nagy érdeműt más műfajú és hangulatú darabokkal és újdonságokkal is várják, így például a Vágy villamossal, de az Én kis hűtőkamrám is színpadra kerül idén. A társulatban új, de a közönség számára ismerős színészek is erősítik a színház csapatát. Osváth Judit egy évig szabadúszóként dolgozott, korábban az Isten pénze előadásban láthatta a fehérvári közönség, most őt is újra láthatjuk majd a színpadon. Nekem ez is új lesz, hogy egy év szabadúszás után így a kőszínházi létet megismerni. Most ez következik majd. Na, hát belépek a nagy ismeretlenbe így összességébe, így tényleg ez lesz az idei évadnak a tárgya. Nyilván, nem tudom, az ember ilyenkor meg akar felelni, meg nyilván azért valami ilyen ismerkedési felületet adni, nyitott lenni. Baller Bianca korábban már látható volt a Pelikán Kamara Színházban, a Leonsz és Léna című darabban szerepelt, most újra itt kezdi az évadot, többek között az Arab Éjszakában és a Kaligulában kapott szerepet. Már elkezdtük őket próbálni, és nagyon-nagyon-nagyon jó két fiatal rendező rendezi őket, a Nagy Péter István és a Vider Kristóf, és eddig nagyon izgalmas. Aztán az ember tragédiájában leszek még, abban az egész társulat lesz, és utána a Black Comedy-t, azt már elkezdtük előző évad végén, és azt folytatjuk, és utána még a 80 nap alatt a föld körülben leszek én, aztán ki tudja még, most egyelőre ezeket tudom. Kovács Tamás Baller Biankával együtt idén végzett a Színház és Filmművészeti Egyetemen, de gyakorlatát már Fehérváron töltötte. A színésznek idén 4 bemutatója lesz, de főszerepet is kapott. Mint mondja, izgatottan várja a ráváró feladatokat. A Vörösmarty Színház számomra nem teljesen ismeretlen, mert 2 produkcióban már játszottam itt, és ezt követően döntöttem el, hogy én ide szeretnék szerződni, mert nagyon meggyőző volt a társulat és a légkör és ez a két előadás. Én azt gondolom, hogy sikernek örvend. Az évadnyitón az is elhangzott, hogy a színház adománygyűjtést hirdet. A Chicago című előadást követően támogatói egy megvásárlásával bárki hozzájárulhat a Pelikán Kamara Színház kapujának cseréjéhez.
Paletta Kulturális Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk majd itt a Fehérvár Televízióban. Munkatársaim nevében is megköszönöm, hogy velünk tartottak, tegyenek így egy hét múlva is. Viszontlátásra!